Nagy alaposság és körültekintő előkészület jellemzi a székely vitaminbomba, a zakuszka elkészítését. Nem véletlen a hosszas felkészülés, hiszen ez az étel még hónapok múlva is bármikor fogyasztható lesz. A mai napon zakuszkát főzünk itt a múzeumkertben. Igaz, hogy az időjárás az kicsit bolondos, de nem baj, nekünk ez így nagyon jó. A zakuszka egy erdélyi étel, és mi úgy gondoltuk, hogy mivel ez egy különlegesség, és nagyon sokan szeretik, próbából főzünk, megnézzük, hogy mennyi idő alatt lehet így csoportosan együtt elvégezni ezt a nagy feladatot, és hogyha ez jól működik, akkor jövőre rendezünk egy zakuszka fesztivált, tehát ez egy hagyományteremtő rendezvény, amin itt vagyunk. Van nagyon sok segítségünk, és igazából estére elkészül a zakuszka. Üvegekbe rakjuk, mindenki, aki eljött ide, kap egy kis ajándékot, egy kis kóstolót, és lehet vásárolni is, de egy részét elrakjuk majd térre, amikor lesznek rendezvények, akkor tudunk vendégeket kínálni a finom zakuszkával. Az ősz ízének is nevezett krém a nyárvégi friss zöldségek zamatát egész télen át megőrzi. Általában pástétomként vagy szószként fogyasztják. Padlizsán krémmel, magyarul az erdélyi szó szerint a vinetá kikeverésével azt mutatjuk meg a kedves részvevőknek, aki meg szeretné tanulni, és a zakuszka főzését. Úgy néz ki, hogy estére fogunk végezni a nagyüst zakuszkával, és ez egy nagyon finom székely étel. Ezt minden székely kamrába megtalálható, mert ez egy téli nagyon jó vitaminbomba, úgy mondják, eledel, mert minden zöldség finom összetétele van benne, és valóban tele van vitaminnal, és télen egy pirítóssal, vagy akár finom friss házi kenyérrel, egy csupor teával, isteni finom, és megvan a vacsora. És a recept sem maradt titokban, íme. Lilahagyma, akkor padlizsán jön bele, tévépaprika, az a zöld paprika, de ugye mindenből a minőség, mert ennek húsosnak kell lennie ahhoz, hogy tartalmas legyen, és paradicsom paprika. És ez úgy működik, hogy a hagymát ugye megtakarítjuk, ledaráljuk, ugyanúgy a paprikákat is, és mindent egyenként le kell olajba sütni, és amikor a hagymasütéssel végzünk, tehát aranysárgára megsütjük a hagymát, akkor utána jön a paprika sütése, akkor közbesül a padlizsán, meg kell takarítani a padlizsánt is, és akkor azt is ledaráljuk, és akkor mindent bele az üstbe. Ezt ízesítjük sűrített paradicsommal, házi főtt paradicsommal, babéllevél, só, bors, és egy nagyon pici szalicin jön a tetejére. És akkor ugye üvegekbe, száraz duncba, és utána már fogyasztható a család örömére. Az egyébként alapvető zöldségeket tartalmazó finomság elkészítése több órás művelet, de amíg készült a specialitás, addig az érdeklődők más helyi termékeket is kóstolhattak. A terített asztal a székely vendégszeretetet jelképezi, ami ugye köztudottan híres, hogy bármikor bárki jön, a barátom barátja az én barátom, és ezért nagyon sokan szívesen megyünk Székelyföldre. A város kenyerét láthatjuk, ami augusztus 20-án a kenyérszentelésen a Bölcsök Pékség sütött nekünk. Ez egy 3 kilós dupla vert héjú kenyér. Ebből hoztunk most is a kóstoláshoz. A csiki köményes, meg a híres erdélyi megypálinka, ami ugye mindig házilag készül. A megylikör az egy női ital, a székely köményes az inkább a férfiak itala, meg egy kis badacsonyi bort is hoztunk kóstolónak. A kürtös kalácsot a kapospulai tagtársunk Csorba Éva sütötte, állandó szereplője a székely asztaloknak, meg a vendégségeknek, a fesztiváloknak, bármilyen eseményen, ha összegyűlünk, akkor az asszonyok kürtös kalácsot sütnek. A Baracklekvárt a Teveli székely körnél készítettük, több tagegyesületet láttak vendégül júliusban, náluk vannak jó barack termővidékek, onnan hoztuk, közösen főztük azt is. A mézet pedig egyik tagtársunk hozta, aki szintén őstermelőt, itt minden saját termék, és hát ugye még nem készült el a padlizsánkrém, amit nem sokára szintén kitehetünk ide az asztalra. Estére 4-5 óra főzés után meg lesz majd a zakuszka, amit elteszünk télire,
és a találkozások összejövetelek állandó szereplője a zakuszkás kenyér, ami bármikor leemelhet a polcról, váratlan vendégeket mindig meg tudunk kínálni. A székely körtagjainak szorgos munkája nyomán végül pompás pástéton készült, amely kóstolása után már nem akarunk mást kenni, a kenyerünkre többet.